Sziasztok! Ebben a részben ismét a háromszögből próbálunk meg kiszabadulni, abban az esetben, hogyha a másik már letörte a testtartásunkat, és egy kicsit mélyebbre kerülünk a bajba. Itt vagyunk Klózgárban. Ezt az egyszerű előkészítését használjuk most a háromszögnek, hogy a másik lefogja a csuklónkat. Szépen eltolja a kezünket, felugrik a háromszög, és az előző részben próbáltunk fölmenni, de most a másik nagyon erős, és letört minket ide. Jó? Innen már kezdek bajba lenni. Most nagyon arra kell figyelned, hogy semmi ára ne engedd neki azt, hogy a karod keresztbe kerüljön. Jó? Azt még a ellenfelünk a karunkat keresztbe húzhatja akkor, amikor fönn van a csípője, majd dolgozhat rajta itt, amikor nem van a csípője. Én ezt a könyököm mindenképp lezárom ide, és nem engedem, hogy ő a csípőjével ebbe az irányba mozogjon, hiszen abba az irányba akar fordulni ahhoz, hogy bezárja a háromszöget. Könyökkel lezárom. Jó? Ahogy ez megvolt, elkezdek oldalazni ebbe az irányba, a számára kedvezőtlen oldalra, és a másik kezemmel jövök, és elkapom itt az ő csípőjét. Ahogy megvolt, jövök, és a térdét átölelve megfogom itt szépen az ő combját. Most teljesen elvettem előre a háromszög lehetőségét, próbáld bezárni a háromszöget. Ez most elég nehéz neki, és annyi helyet tudok szerezni, hogy ezzel a kezemmel ide visszajöjjek. És ahogy ez megvolt, eldöntheted, hogy vagy hátra, vagy valamerre kibújsz a háromszögbe. Mennék föl, de ahogy letört és próbálnak keresztbe szedni a kezem, azt nem engedem neki, a csípőjét blokkolom. Ahhoz, hogy ő befejezze a háromszöget, a csípőjét ki kell vinnie ide, és itt fogja ebbe a szögbe megcsinálni a folytást. A csípőjét arra akarja vinni, tehát ez nekem rossz, tehát itt blokkolnom kell az ő csípőjét. Ahogy ez megvan, elkezdek menni a számára kedvezőtlen oldalra, átnyúlok a kezembe, és megfogom itt a csípőt, és lehúzom a szőnyeget. Ahogy ez megvolt, a másik karit átölelem a térdét. Jó, itt lehet, hogy várnod kell egy kicsit, amíg ő próbálkozik, vagy amíg ki nem nyílik a lába, majd szépen itt jössz, úgy helyet csináltál, és visszajössz a kezeddel. Ahogy ez megvan, innen bonthatod, és újra kezdheted az egészet, és nem kellett feladnod a küzdelmet. Nézzük meg még egyszer. Ahhoz, hogy sikeres legyen a kiszabadulásod bármilyen technikából, ismerned kell az adott technikát, hogy melyik lépést mit fog követni. Hogyha tudod azt, hogy mi következik egy adott lépés után, akkor meg tudod előzni a másikat, úgymond gyorsabban tudsz reagálni, hiszen tudod, hogy ő most a lábával ide fog lépni, akkor én tudom, hogy ezt hogy kell kivédeni. Ezért a támadásokat, a védekezéseket egyaránt jól kell ismernetek, de ez nagyon sokat kell gyakorolni. Úgyhogy menjetek is, gyakoroljatok, jó edzést, vigyázzatok magatokra, sziasztok!